Alelnök úr, eltűnhet Szlovákiában a Tokaj? Tokaj megnevezés, igen. Mert eddig Szlovákiának volt itt Tokaj borvidék. Most Tokajská oblasz. Az, ami be van írva. Ezért Szlovákiának nincs egyértelmű geográfiai megnevezése erre a régióra, Tokaj. És még egy apróság. Szlovákia úgy tekint a Tokaj régióra, vagy a Tokaj szőlőterületekre, mint hogyha csak Szlovákiában lennék. Pedig Tokaj az Európa Unió értelmében és a világ értelmében egy olyan régió, amely Szlovákia és Magyarország területén egyaránt megtalálható. Magyarországon 90%, Szlovákiában körülbelül 10%. És ehhez mérten kéne a jogi normákat elfogadni. Sajnálatos módon Magyarország az Európa Unió felé halad, és a Tokaj megnevezését Tokajra változtatta szeptember 1-től, Szlovákia pedig a Tokaj megnevezését Tokajra változtatta meg szeptember 1-től. Ki a felelős ezért az állapotért? Ezért az állapotért szerintem a minisztérium felelős, ez is rámutat arra, hogy ebben a választási időszakban nem egész 4 év alatt már a 4. mezőgazdasági minisztérium.